A szabolcsi rendőrök a húsvéti ünnepek idején megyeszerte végeztek baleset megelőzési ellenőrzéseket. Ezek során kiemelten figyelték a biztonsági öv használatát, a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű használatát, valamint cél volt az ittas vagy bódult állapotú járművezetők kiszűrése is. A négy napos ellenőrzés alatt egy 24 órás úgynevezett speed ellenőrzést is tartottak. Ebben az eredményeket úgy tudom összegezni, hogy 12.080 gépjárművezetőt vontunk intézkedés alá, ellenőrzés alá, és ebből hála az égnek csak 24 volt ittas, illetve 23 volt, ami gépi meghajtású járművezető volt, egy volt egy kerékpáros, aki szintén alkoholt fogyasztott, és összesen 38 ilyen nem gépi meghajtású járművet ellenőriztek a kollégáim a 8 rendőrkapitányság illetékességi területén a 4 nap alatt, amiben mi végrehajtást eszközöltünk, illetve egyéb jogsértéseket állapítottak meg, nyertek megbírságolás alá, illetve intézkedés alá vonva 356 eset volt még egyéb ilyen jogsérti cselekmény, amit az állampolgárok elkövettek a hosszú hétvégén. Bár tavaly elmaradt az átfogó ellenőrzés, a korábbi évekhez képest javuló tendenciát tapasztaltak a rendőrök. Az elmúlt évben is hasonló tendencia lett volna, hogyha ezt az ellenőrzési sorozatot itt tudjuk folytatni, de hogy azért mindig vannak emberek, akik beülnek itt a járműkbe, illetve az italfogyasztás után. Ezt így nem lehet számolva kifejezni, mivel nem volt a baj, megbíztunk az állampolgároknak a józanságában, és csak alkalomszerűen nem finnmódszeres ellenőrzéssel hajtottuk végig ezeket az ellenőrzéseket. Az idei finnmódszeres ellenőrzés során 6-10 fős csoportokban folyamatosan dolgoztak a rendőrök. A hosszú hétvége során alkalomszerűen a legforgalmasabb, frekventált útszakaszokat is figyelték. Egy középkorú állampolgárt gyors hajtásért állítottak meg. A Debreceni úton 50 helyett 140 km/h-val hajtott. Ez 300 000 forint büntetést és 8 büntetőpontot ért.